Na, szevasztok, srácok, sziasztok, sziasztok, Eurotrack Simulator 2-zni fogunk. Magyar utakon fogjuk nyomni az ipart. Szintünk még egyes, ugye szinte újat kezdtünk. 27.504 eurónk van. Nyomjunk egy gyors fuvart. Nézzük az időt, mikor kezdtünk. Oké. Na. Lejárat, azt mondja Lanit, egy lengés csillapító, azt mondja Lajos Mizet, Cegléd, van itt egy Mercin gyűjtőtartály, joghurt, Kecskemét, szabadszállás, Nagykörös, Kecskemét, Kerekegyháza, traktorok, Nagykörös, Cegléd, mit vigyünk, gyerekek? Vigyünk egy izét. Traktorokat Nagykőrösről Ceglédre. 33. Hétfő 15 óra 37. Nagykőrös Cegléd irányába. Vagyis Nagykőrösről Ceglédre megyünk. 7179 eurót ad a fuvarunk. Itt is vagyunk, és én mindjárt itt nyomok egy olyat, hogy ülésbeállítás, és ezt el fogom hozni 90-re. Így, né? Egy kicsit biccenteni fogunk. Oké. Na. Jó utat, vezess óvatosan. Kapcsolunk egy kis világítást. Induljunk el szép lassan. Tükörbe benézünk. Arról is elfér. Nézzük meg kívülről a gépet. Oj, de szép. DAF XF-es. Viszünk traktorokat, plusz van hozzá. Eke is úgy látom, és forgatós eke. Vagy irányfog, na mindegy, váltó. Az a lényeg, hogy váltható, lehet fordigatni, azért nem kell borozdát váltani. Na. Józsikám, kiengedsz minket? Nagyon megköszönöm, ha kiengedsz. Na, szávasz! Jócikám, engedjél már ki. He. Na nézzünk szét. Fordulunk. Adjunk neki. Agyhúza, daffocska. A következő lehetőségnél fordulj balra. Rendben van, barikán, fordulunk balra. Fordulj balra. Igen, csak itt elszoktam. A fékről elszoktam érzelni. Attól függ, hogy kiengednek-e. Ezt mégis hogy gondolod? Na. Akkor vagy engedjetek ki, vagy... valami. Jó, akkor már. Túl szabályos volt, de amit itten tökörésztetek hallod. Addig én. Menj tovább egyenesen. Megyünk tovább egyenesen. Mindjárt itt a körforgalom is.
Vegyesbolt. Hajtsd ki a harmadik kijáraton. Oké, barikán megyünk. Még itt szépen belenézünk. Hajtsd ki a kijáraton. Kihajtunk. Benne lehet pirickázni. Mindenki ott marad a seggén. Dzsume. Kéne egy kicsit lassítani, mert beleszaladunk a trafiba, akkor nézelődhetek. Nézelődhetünk. Kicsit gyorsítunk. Ez ennyi volt a nagy gyorsítás. Még itt mindig 70. Nagykőrös Cegléd, az nem egy nagy távolság. Miért nem lehet itt ereszteni neki? Nem baj, mi pirickázunk, hagyd szóljon. Szóval 8, még van egy sebesség. 18 perc. Gyorsan ott leszünk. Visszük a trikitrakikat. Fordulj jobbra. Fordulunk. Nyugi van, barikám. Milyen szép hangja van a Dafnak. Mit is viszünk? Ja, a traktort Ceglédre. Visszük a földekre. Hogy dolgozzanak. Mindjárt. Csemő. Csemőn vagyunk. Nem érjenek be. Az a lényeg. Menj tovább egyenesen. Mennék gyerekek, csak itten. Nekem van elsőbsége, van nem zavar. Úgy láttam, nem zavar, milyen jó pofa kis parasztházak is vannak ott bent. Hát igen, Csemő ez egy ilyen nagyon kis falucska. Gyorsan végig szaladtunk rajta.
most ez nem tudom mi volt, ez már nagy körös. A rendőrei már kint vannak, meg trafiznak is kegyetlenül. Jó, nézd már, nyúlik a szám. Hét perc és ott is vagyunk. Annyira nem is szaggatom szét a kormányt. Mindjárt kellik, hogy aludni. 6 perc. Na. És nagy körös. De a cegléd nagy kör, jó van, bocsánat már. Ceglédre beértünk. Lehet jobbra is menni. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Igen, is értettem. Fordulj jobbra. Fordulj jobbra. Orroda. Fosba. Hátulja elmegy. A célhoz. Oké. Meg is érkeztünk a célba. Szit jó. És hova kell állnom? Oda kell beállni, akkor is ismételtem. Lükvercbe megyünk be, gyerekek, én azt mondom, az lesz a legtisztább. Oda, másképpen se, hogy se nem tudsz bemenni. És nagyon ügyes vagy, hallod, hogy becsuktad az ajtót. De másképp oda nem lehet beállni. Csak is lükverzve. Megfordulunk mindjárt. Ugyancsuk már be. Jó, megyek. Nyugalom. Rövid élet titka az, hogy nyugodtak kell lenni. Nem árt. Szépen bejövünk, itt úgy érzem, mintha már hazajárnék. Ó, de jó így.
gyerekek! Ez gyönyörűséges parkolás lesz így. Csodálatos! Megtettük, amit kell. Rendicek. Oké. Hurrá! Ez a videó ennyi volt, srácok. Remélem tetszett. Ismét majd jövök magyar flaszteren, magyar utakon. Nyomatjuk. Csumikázlak benneteket. Cső!